5 milliárd forintot nyert rövid idő alatt Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak a cége úgy, hogy ellenfelesen nagyon volt a pályázatokon. Eladta a céget, de a rendőrség nyomoz. Legtöbb esetben lehetetlenné tette, hogy az Elioszon kívül más is elinduljon ezért a munkáért. Kiterjesztjük a határidőt, holnap jelentjük be pontosan mennyivel. Hosszú sorok a mobil cégek irodái előtt, aki nem akar többet fizetni, mint eddig, végigállja. Aki nem állja végig, többet fog fizetni. Nem akarom, hogy emelkedjen a tarifám? Hát ez nonsens. Hát ki az, aki szeretné, nem? Constitution of the United States. Akármit ír az alkotmány, a parlament megszavazhatná a melegházasságot Magyarországon is. Csak akarnia kellene a kormánynak. A házasság egy csomó olyan joggal jár, amely ma a bejegyzett élettársaknak nem biztosított. Jó estét kívánok, ez a 7.24. Nyomoz a rendőrség, és újságok szerint vizsgálódik Brüsszel is Orbán Viktor vejének közbeszerzési győzelmei miatt. A Direkt 36 újságírója azt is kiszámolta, hogy mekkora összegről van szó. A cég, amelyet Tiborcz István azóta már eladott, nettó 5 milliárd forintnyi uniós támogatást nyert úgy, hogy ellenfelese volt a pályázatokon. Keleti Andrea összeállítása. Borák Anita, az Oknyomozó portál újságírónője 3 hónap alatt 1000 dokumentumot kért ki és olvasott át Tiborcz István korábbi cégének pályázataival kapcsolatban, és íme az összesített adatok. Orbán Viktor miniszterelnök vejének cége az Elios összesen 24 településen nyerte el a köztéri világítás korszerűsítését. Az ömmel uniós fejlesztési pénzekből megvalósuló beruházások révén így a cég összesen bruttó 11, nettó 8,67 milliárd forintot hozott el az önkormányzatoktól. Mindezt úgy, hogy a 24 településből 11-ben a pályázaton nem volt ellenfelük. Magyarán egyedüli indulóként bruttó 6,35, nettó 5 milliárd forintért cseréltek lámpákat. Olyan feltételeket szabtak, ami a legtöbb esetben lehetetlenné tette, hogy az Elioszon kívül más is elinduljon ezért a munkáért. Tehát nettó 5 milliárd forint uniós fejlesztés ellenfél nélkül. Ezután az újságírónő azt vizsgálta, hogy ha nem volt versenytárs, akkor mégis mi alapján határozták meg az árakat. A dokumentumok szerint, amikor az önkormányzatok pályáztak, akkor sok esetben olyan szakértői véleményt csatoltak, hogy az uniós támogatás maximumát elhozhassák. Ezután kiírták a pályázatot kivitelezésre 11 helyen úgy, hogy csak az Elios felelje meg a feltételeknek, és ebből adódott, hogy ugyanazért a munkáért, pontosan ugyanazokért a lámpákért minden városban más-más árat számláztak. Sőt, Tiborcz István ex-cégénél azt is pontosan tudták, hogy ugyanazt a lámpát melyik városban mennyiért lehet eladni. Elvileg nem tudhatta, hogy az önkormányzatnak mekkora forrása van erre a munkára. Nem tudhatták, hogy mivel számoltak az előkészítő tanulmányok során. Mégis azt tapasztaltuk, hogy nagyon pontosan belőtte azt az összeget, belőtték az ajánlatukban azt az összeget, ami az önkormányzatnak rendelkezésére állt a munkához. Így fordulhatott elő, amit a grafikán láthatnak. Ugyanaz a lámpa, ugyanaz a munka, és ahány település, annyi ár. Mindezt úgy, hogy még azokon a településeken is, ahol a legkedvezőbb áron számolták fel a lámpákat, szóval még ott is jóval a piaci ár felett dolgoztak. Erre példa, hogy a 16 ledes 27 wattos lámpákat a Tungstrom Schrader Budapestnek 88 ezer forintért adta, az Elios Keszthelynek ugyanezeket a lámpákat már 144 ezerért. Sokkal kevesebb uniós és hazai közpénz felhasználásával meg lehetett volna ugyanezt a feladatot oldani. Természetesen megkerestük a rendőrséget, hogy van-e fejlemény az Elios ellen 4 közbeszerzési ügyben indított nyomozásban, de azt a választ kaptuk, hogy folyamatban lévő ügyben nem nyilatkozhatnak. Közben az Indexen megjelent, hogy az OLAF, azaz az Európai Csalás Ellenes Hivatal is vizsgálódik a Tiborcz István tulajdonosi időszakában nyert megrendelések ügyében. Ezt a hivatalt is megkerestük, de tőlük is ugyanazt a választ kaptuk. Folyamatban lévő ügyről nem adhatnak sem információt, sem interjút. Keleti Andrea, 7.24. Házkutatások, készenléti rendőrök, adószám, felfüggesztés, sajtóhadjárat mégsem talált lényegében semmit az ügyészség azoknál a szervezeteknél, amelyek a norvég pénzeket kezelték. 3 alapítványnál minden rendben volt, 2 alapítványnál kisebb adminisztrációs hibákat találtak.
Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. És hogyha valaki elfelejti az éves jelentését kitenni a honlapjára, de közben a bíróságra beküldi, ahol a szintén elolvasható, én azt gondolom, hogy ezért nem kell senkinek sem a fejét vennie. Bár az ügyészségi vizsgálat lezárult, a civil szervezetek nem nyugodhatnak meg. Az ökotárs adószámát például ugye tavaly felfüggesztette az adóhivatal. Az ügy most az Alkotmánybíróság előtt van. Meghosszabbítja a Telenor a bejelentési határidőt azoknak, akik nem akarnak többet fizetni holnaptól a mobilozásért, ez aki akar. Összeroppant a rendszerük, annyian jelentkeztek, hogy maradnának a korábbi tarifájuknál. Ez viszont a boltokban nem tudták kezelni, így hosszú sorok álltak, ültek az ügyfélszolgálatokon és a bevásárlóközpontokban. Susánszky Bence riportja. Jelenleg minden ügyintézünk foglalt. Kérjük, ismételje meg hívását később. Ezt mondta a Telenor ügyfélszolgálata. Ezt pedig a Telekomé ma délelőtt, amikor arra voltunk kíváncsiak, hogy valóban bejelenthető egy egyszerű hívással, hogyha valaki nem akar többet fizetni július 1-től a mobil szolgáltatásokért. Ez viszont nem derült ki, tekintve, hogy elérni sem lehetett az ügyfélszolgálatokat. Ezért is dönthetett úgy a Telenor, hogy a ma éjféli határidőt kitolják. Azt mondták, minimum 10 nappal, de pontos új határidőt csak holnap hirdetnek ki. Ezt viszont sem a boltok, sem a fogyasztók nem tudták, így egy budapesti bevásárlóközpontban tömött sorban álltak az emberek, hogy személyesen nyilatkozzanak. Nem vállalom a tarifa növekedést. Nem találkoztunk olyannal, aki azt kérte, hagy fizessen többet holnaptól. A rövid határidő miatt viszont sokan felháborodtak. Péntek délután kaptam egy SMS-t, és ma volt a határidő. Jóformán el se olvasta az ember, hogy meddig vagy mi. A Telekom is tarifaemelést tervez. Előfizetői holnaptól 15 napig nyilatkozhatnak, hogy a futó szerződésük végéig nem egyeznek bele a díjemelésbe. Ám nem minden előfizető érti, hogy miről van szó. Nekem be kell jelentsem az igényet, hogy nem akarom, hogy emelkedjen a tarifám. Hát ez nonsens. Hát ki az, aki szeretné, nem? A Telenor kommunikációs igazgatója maga mondta el, hibáztak a rövid határidővel. Összeomlott a rendszerük, ezért halasztják a bejelentési határidőt. A szokásos napi forgalomnak a többszöröse áradta, zúdult az ügyfélszolgálatunkra. Ezt a rendszereink nem tudták kezelni, ezért nagyon sok ügyfélnek nagyon sokat kellett várakozni, és sokan nem jutottak át az ügyfélszolgálatunkhoz, ezért ezúton is elnézést szeretnénk kérni az ügyfeleinktől, és keressük annak lehetőségét, hogy hogyan tudjuk majd őket kompenzálni ezért. A Vodafone eddig nem jelentett be tarifa emelést. Susánszky Bence, 7.24. Két év múlva eltörlik a roaming díjakat az Unióban. Az Európai Parlament 12 órás ülés után döntött hajnalban arról, hogy 2017. június 15-től megszűnik a roaming felára. Addig még egyszer csökkentik is a díjakat jövő áprilisban. Nem számít, hogy mit ír az alkotmány, csak a kormányon múlik, hogy házasodhassanak a melegpárok Magyarországon is. A spanyol alkotmány is egy férfi és egy nő kapcsolataként írja le a házasságot, ugye mégis engedélyezték. A jobb oldal ott is tiltakozott, de a legfelsőbb bíróság elutasította a panaszt. Rédli Balázs összeállítása. Teljesen átlagos profilképe van a Facebookon a Fidesz frakció vezetőjének. A feleségéé már színesebb. Rogán Cecília szivárványos profilképre váltott, miután az amerikai legfelsőbb bíróság az egész országban engedélyezte a meleg pároknak, hogy összeházasodjanak. Így ünnepeltek a döntésre váró amerikaiak a bíróság épülete előtt. Ez méltóságot ad az embereknek, hogy a szerelmük nem különbözik másokétól, mondta ez az aktivista. Aznap este a Fehérház szivárvány színűre változott, pár órával később pedig Texasban összeházasodott egy pár, akik már 55 éve vártak erre a döntésre. By the Constitution of the United States. Örömkiabálás fogadta, amikor az anyakönyvvezető az alkotmányt említette a beszédében. Mindkét vőlegény elmúlt 80 éves. When we got together. Amikor összejöttünk, borzasztó volt melegnek lenni, de sokat harcoltunk az egyenjogúságért, és most itt vagyunk, mondta egyikőjük. Azóta hírességek tömkelegetett ki támogató posztot, vagy változtatta szivárvány színűre a profilképét. Leonardo DiCaprio-tól Arnold Schwarzeneggerig, aki republikánus színekben volt Kalifornia kormányzója. Persze vannak ellendrukkerek is. Itthon nemzeti színű profilképre váltott a kormányszóvivő, ahogyan a Fidesz kommunikációs igazgatója is. A meleglét és a nemzeti öntudat szembeállítása egyébként nem magyar találmány. Egy orosz homofób politikus, Richard Shigapov kezdte.
Még egy oldalt is létrehozott, ahol a profilképeket könnyen nemzetiesíteni lehet. A magyar alkotmány egy férfi és egy nő kapcsolataként írja le a házasságot. A melegjogokkal foglalkozó szakértő szerint ez nem akadály. Vannak olyan országok, például Spanyolország, amelynek az alkotmánya szintén nőkről és férfiakról beszél a házasság kapcsán, ez nem volt akadálya annak, hogy a házasság intézményét bevezessék, tehát szerintünk nincs alkotmányos akadálya ma sem. A meleg párok Magyarországon legfeljebb regisztrált élettársi kapcsolatot köthetnek, de ez azt jelenti, hogy nem vehetik fel egymás nevét, nem fogadhatnak közösen örökbe, és az élettársuk gyermeke sem lehet közös. Dombos szerint akkor lenne egyenlőség, ha mindenkinek ugyanaz járna. Korábban is voltak kísérletek arra, hogy mondjuk a feketéknek külön iskolákat tartsanak fönn, vagy hogy ilyen értelemben megpróbáljanak azonos szintű, de mégis különálló jogintézményeket biztosítani. Szerintünk nem ez a megoldás. Az egyenjogúsághoz az is kell, hogy egy jogintézményen belül szabályozzon az állam. Nyugat-Európában egyre több országban engedélyezik az azonos nemű párok házasság kötését. Legutóbb a katolikus többségű Írországban, ahol népszavazáson döntöttek erről. De ez nem függ a pártállástól sem. Nagy-Britanniában például a konzervatív David Cameron kormánya tette lehetővé. A hétvégén Törökországban viszont a rendőrök vízágyúkkal verték szét a meleg felvonulást. Magyarországon két hét múlva tartják. A szervezők minden eddiginél több résztvevőre számítanak. Az elmúlt években mindig volt ellentüntetés is. Rédli Balázs, 7.24. Szegedre vitték a ruhákat, amelyeket menekülteknek gyűjtött egy civil csoport. A Facebookon terjedt a felhívás, arra kérték, buzdították az embereket, hogy egy kávézóba vigyék a használt ruháikat, és bármit, amire a menekült táborban szükség lehet. Gyerekek, anyák, szülők cipelik a terheiket, a gyerekeiket, az életüket odahagyva, az otthonukat, mindenüket odahagyva, és ezért valamit mégis talán tudunk segíteni. Nem hiszem, hogy ez borzalmasan sok, de mégis valamit talán. Nem a NAV-os vizsgálat miatt zár be Gattyán György luxusáruháza, az Andrássy úton lévő üzletház veszteséges. A 100 alkalmazott többségét csoportos létszámlaépítéssel elbocsátják. Egy dologgal nem számoltunk, hogy megváltozott az Andrássy útnak a forgalma. Ma már nem ez a legdivatosabb utca Budapesten, hanem például a Fashion Street. Meg lehet nézni az Andrássy úton, hogy hány üzlet akár a közelünkben bezárt az elmúlt években. Sajnos ennek a negatív hatásait mi is érezzük, ezért hoztuk meg ezt a fájdalmas és szomorú döntést. Súlyos motorbalesetet szenvedett Rékasi Károly, a Blik szerint előzés közben rohant bele egy autóba. A medencéje és a törzse sérült, intenzíven van lélegeztetőgépen. Egy szemtanú azt írta a Facebookon, idézni fogok, motort így még nem láttam szaltózni, nem festett túl jól, aki vezette, és remélem, hogy aki vezette, nem most vezetett utoljára. Lakóépületekre és egy szállodára zuhant egy indonéz katonai szállítógép 2 perccel a felszállás után. 113-an voltak a repülőn, ők biztosan meghaltak, hogy az ott lakó emberek közül hány halott, hány sérült van, nem tudni még. Az indonéz légierő Herkulese 50 évre állt szolgálatba. Felgyújtotta magát egy férfi a japán Shinkansen gyorsvasút egyik szerelvényén. Meghalt ő is, egy másik utas is, és legalább 20-an megsérültek. A tűz gyorsan terjedt és sűrű volt a füst, legtöbben ezért füstmérgezéssel kerültek kórházba. A vonatot működtető vállalat szóvivője azt mondta, hogy a férfi olajat locsolt magára, és aztán meggyújtotta. A szerelvény Tokióból indult az ország középső részébe, Oszakába. A szupervasút összes járatát leállították a vonalon. A napszáma 89, ennyi évesen újra aktív a legendás repülős Gizi. Magyarország legidősebb visszaeső bűnözője most 70 ezer forintot lopott úgy, hogy besétált egy családi házba. Legutóbb márciusban bukott le, miután megszökött az idősek otthonából, egy osztrák kisvárosban próbálkozott, de tetten érték. A Telegráf 2009-ben egy 76 éves visszaeső betörőről írt, aki arra panaszkodott, hogy nehéz már neki ez a munka. A Guinness rekordok könyvében pedig szerepel a világ legidősebb bűnbandája, a tagok átlag életkora 57 év, de a legidősebb is 83 éves, tehát jóval fiatalabb repülős Gizinél. Ez volt a 7.24, jön az időjárás jelentés, a műsort megnézhetik a YouTube csatornánkon. Holnap este találkozunk, viszontlátásra!